Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 14-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy filmbemutatóra invitálom Önöket, majd ellátogatunk a Lengyel Irodalmi Napokra, hogy aztán belekóstoljunk egy színházi előadás különleges hangulatába, végül pedig következzék egy beszámoló a Trianon 100 kiállításról. Tartsanak velünk! Székesfehérváron is bemutatták Eperjes Károly Máté Passió című történelmi filmdrámáját. A Cinema City-ben rendezett bemutató után a film szereplői válaszoltak a nézők kérdéseire. A Cinema City-ben nagy érdeklődés mellett mutatták be Eperjes Károly rendezésében és főszereplésével a Magyar Passió című történelmi drámát, amely az 1950-es évekbe kalauzol el bennünket. A film történetében Leopold atya azért küzd szerzetes társaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Mennyi volt a tudat benne, és mennyi volt az égi vezetettség, akkor inkább azt mondom, hogy a tudaton túl volt az égi vezetettség, persze, de amit tanult az ember ebből a szakmából, azt igyekezett hivatásszerűen oda tenni, amit csak lehetett, akár mint filmezés, akár mint játszás. A szakmán túl azok a mélységek és magasságok, amelyek az embert jellemzik itt, függetlenül Leopold atya természetétől, gondoskodó szeretetétől, az miként jelent meg azokban a hétköznapokban, amikor forgattatok? Annyira örültem, hogy mindenki, aki ebben a filmben játszik, örömmel vállalta a feladatot, és én odaadtam a könyvet nekik is, döntsék el, hogy ebben a nehéz feladatban óhajtanak-e játszani. Tehát mindenkinek kikértem a véleményét, tehát nem rájuk dobtam a szerepet, hanem mondtam, hogy ez egy nehéz helyzet. Hasznos percet általában egy filmnél naponta 2,5 percet számolnak. Mi közel voltunk a napi 6 perchez, tehát volt, hogy 5 kamerával dolgoztunk, 5 operatőr. Persze a Csukásai, mint főoperatőr, odafigyelt rá. A Pályer Robin technikai rendező közben a biciklizést vagy a platóra való felugrást vették fel, miközben engem kínoztak, vagy valami. De hát persze összestimoltunk. Tehát egy olyan alkotói stáb munka volt, hogy én csak hálás tudok lenni mindenkinek, hogy mindenki oda tett minden. Nem éreztem, hogy valaki is destruált volna. Mindenki mindent jól akart csinálni, vagy jól szeretett volna csinálni. És ez látszik a filmen. Ez hiánypótló film mindenképpen. Igen, mondják, hogy hiánypótló. Nagyon komoly neves filmeseinknek megmutattam, és egészen különleges véleményeket mondanak, már dicseklés lenne, ha még ennél is többet mondanék. Aki megnézi, az majd megdöbben, és nagy belső nyugalmat fog találni, és ugyanakkor felzaklatódik természetesen a filmtől, de végig is vesz egy nagy friss levegőt, hogyha megnézi. Úgyhogy minél többen nézzék, mert nem azért, mert én rendeztem, meg játszom, hanem azért, mert mit csináltunk mi nekünk és az egész világnak. Nem csak Károly, aki az államvédelmi hatóság egyik tisztjét alakítja, szerepében egy olyan világot tár elénk, amelyet gyermekként családjával együtt kényszerűségből megélt. Nagyon nehéz pillanatáról beszél a film az életünknek, 1950. június 8-áról, egy konkrét napról, egy központilag megszervezett akcióról, amiben gyakorlatilag felszámolnak egy olyan rendszert és egy olyan rendet, ami igazából az emberek boldogságára szerveződött, és ennek a hiányát, a szerzetes rend és az apác rend felszámolásának a hiányát, én azt gondolom, igazából most a 21. században érezzük. Nagyon fontos film nyilvánvaló, és egy különleges szerepet játszol, ami nem megszokott. Tehát egy ilyen csendőr, AVH-s katona szerepe az mindenképpen furcsa.
Igen, lehet azt mondani, hogy antipatikus a szerep, de itt én azt gondolom, egy feladatról van szó. Tehát van egy film, van egy lehetőség, amiben megmutatunk egy kort, abban valószínűleg nem minden kerek és minden szép, tehát azokat az erővonalakat, amik egy filmben meghatározó elemek, azokat erőteljesen mutatni kell. Számomra ez egy komoly kihívást jelentett, és egy szakmai szempontból egy nagyon nagy lehetőséget és jó lehetőséget. Örültem annak, hogy ebben a AVH-s tisztben mutathattam meg magam, mert valahogy azt is éreztem, hogy az édesapám, édesanyám és a családunk az én gyerekkoromban hordoztak valami olyan félelmet, amiről sok esetben nem beszéltek, de bennük volt, és ez valahogy az én életemnek is a zsigereimben benne van, tehát lehet, hogy az a fajta félelem, amit ezek az emberek is hordoztak magukban, az megjelenhet az én alakításomban is. A bemutatót követő beszélgetésen, amelyen Látrányi Viktória moderálása mellett a film készítői válaszoltak a nézők kérdéseire, Eperjes Károly úgy fogalmazott, olyan ez nekünk, mint a lengyeleknek Katyin, és tekintve, hogy a film fogalmazásmódját, stíluseszközeit nyilvánvalóan meghatározza a rendező erős személyes elkötelezettsége, egy olyan keresztény erkölcs drámát láthat a néző, amely a múltba tekintve is abszolút hiteles. A Városhálán rendezték meg a Két nép barátsága jegyében a lengyel irodalmi napokat. A találkozón megjelent a kortárs lengyel irodalom egyik legkiválóbb képviselője, Jerzy Snopek is, aki jelenleg Lengyelország budapesti nagykövete. Ismét megrendezte a lengyel irodalom napját a Vörös Marti Társaság Székesfehérváron. A találkozó résztvevői egy konferencia keretében cserélték ki gondolataikat a Városházán, lengyel irodalmi és történelmi témájú előadásokkal. A résztvevőket Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a lengyel-magyar barátság jegyében. Különleges ez a barátság két nemzet között, valljuk be, hogy sajnos a mai világban, de akkor az előző évszázadokat nézve is nagyon ritka ez az őszinte barátság két nemzet, két kultúra között. Már pedig a lengyel és a magyar az tényleg jó barát, és nem csak a szavakban, hanem a egymás melletti kiállásban is, az élet különböző területein. Ez a bizonyos labdarúgó mérkőzés, eznek egy szép megnyilvánulása volt a himnusz énekléssel, az egymás megtapsolásával. Opole város, mint testvérvárosunk, polgármester is ott volt a mérkőzésen, onnan egy képet jelenített meg a közösségi média felületein erre a bizonyos barátságra felhívva a figyelmet, és most meg itt vagyunk egy kulturális programon, ami előtt egy közös koszorúhelyezés történt nagykövet úrral a Katinai emlékkeresztnél, ami megint csak egy szép megnyilvánulása annak, hogy ismerjük és tiszteljük egymás történelmét, fejet hajtunk az egymás nagyjai, vagy akár szomorú történelmi eseményeinek emléke előtt, és talán ennek az itteni kapcsolatnak is az egyik motorra a kulturális élet a Vörös Marti Társaságon keresztül, magyar-lengyel költők-írók barátságán keresztül, még életet visznek ebbe a bizonyos baráti viszonyba két nemzet és két testvérváros között is. A találkozott megtisztelte jelenlétével Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete, civilben költő, író, műfordító, aki Vezérlő csillag című előadásában a két nép történelmi összefonódását elemezte. Lengyel-magyar barátság, ahogy tudjuk mindnyáján, már 1000 éves, mondhatjuk nyugodtan, és a szolidaritás és a barátságnak van nagyon nagy, hosszú hagyomány, de ilyen rendezvények, mint mai Székesfehérváron, nagyon hozzásegítenek, hogy ezt folytatódjon, és gondolom, hogy kultúrának nagy szerepe van ebben a folyamatban. Tehát a lengyel irodalom napja Székesfehérváron, ez nagyon nagy dolog, és örömmel, mint mindig Székesfehérvárra, de van különös örömmel jöttem, mert egyébként már néhányszor
meglátogattam Székesfehérvárat is, itt is van költészet napja, április 11-én, ugye, de az, hogy lengyel irodalom napja, én már több mint 5 éve itt vagyok a poszton, de erről még nem hallottam. Lehet, hogy ez a kezdeményezés új hagyományt nyit, és ennek nagyon örülnék, mert ez is bizonyos aspektusa a lengyel-magyar barátságnak. Bobori Zoltán a Vendéglátó Vörös Marti Társaság elnöke fontos küldetésének tekinti a közel 15 esztendős gyümölcsöző irodalmi kapcsolatok és a kialakult irodalombaráti együttműködések fenntartását, többek között ezt a célt szolgálja a Lengyel Irodalom Napjának megrendezése is. Alig van, azt hiszem, Magyarországon az én korosztályomban legalábbis olyan ember, aki gyerekkora óta nem hallott volna a magyar-lengyel barátságról, testvériségről. Sorolni lehet akár az életünkből is azokat a nagyon fontos és pontos eseményeket, amelyek összekötnek minket minden szálon a lengyelekkel. És hát természetes, hogy nekünk ezt egy irodalmi társaságnak ápolni kell. Hanvas Béla mondta azt, hogy ha a politika csődöt mond, akkor a kultúrával építkezünk. Hát most azt hiszem, hogy a csődöt mondott politika, világpolitika mellett vagy helyett a kultúrával kell építkezni, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy ez a kultúra fogja tovább erősíteni a magyar-lengyel hagyományos barátságot és testvériségét. Nem kell messzire menni, itt volt a labdarúgó mérkőzés, ahol a lengyel szurkolók fölállva tapsolták végig a magyar himnuszt. Úgyhogy nekünk a szívünk tele van ezzel a barátsággal, és örülök, hogy ápolhatjuk. Mennyire jelent számodra megerősítést, hogy a most megjelent könyved lengyelre is lefordított könyv, amelyet bemutattatok, sikert aratott Lengyelországban is? Ezt gondolhatod, hogy az én elkötelezettségem, mert figyelembe véve ez nekem valami fantasztikus öröm és fantasztikus boldogság, és talán önteltség nélkül mondhatom, hogy a városnak és a megyének a nagyon-nagyon virágzó kapcsolatát tovább erősítette ez a kis könyv, amit Korrát Szutarszky fordított lengyelre. Korrát Szutarszky új könyvének bemutatója kapcsán ezúttal is hitet tett a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok megerősítése mellett. Nagyon sokat kellene beszélni. Én írtam könyvet erről, Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal. Hivatásos történészek ezt nem írták meg, pedig kellett volna, mert annyi, hát mondjuk most is, amikor Belarusziából emigránsok jönnek, akkor is Magyarország barátságot mutatott. Tehát ugyan nagyon szívesen jöttem Székesfehérvárra erre a napra, annál is inkább, hogy Székesfehérvár kiváló város. Kérem, mutassa be azt a könyvet, ami két nyelven mutatja be az új verseit. Na, ez nekem elég sok. Két kötetes könyv van, mert lengyelül írok, csak lengyelül, attól függetlenül, hogy több mint fél évszázadot Magyarországon élek. És akkor persze, hogy magyarul lefordítják költő barátaim, vagy más műfordítók. Úgyhogy ilyen mostani könyv is ilyen. Ennek a címe, mit hozol 21. század? Ezek részben politikai versek, de fontosak, mert olyan erősen megy lefelé Európa, főleg Nyugat-Európa, hogy nekünk mindenkinek itt Kelet-Európában, vagy Közép-Európában, a visegrádi országoknak kellene ez ellen tenni. Az est moderátora, a Vörös Marti Társaság alelnöke Pémaklári Éva számára ma is komoly kihívást jelent megőrizni és továbbfejleszteni az irodalmi kapcsolatokat. Megismerkedni a lengyel irodalomnak a képviselőivel, a jelenleg is alkotó író költőkkel,
megszeretni őket, megérezni azt a kapcsolatot, ami közöttünk van, országok között is, irodalmárok között is. És ez nagyon sokat ad ahhoz, hogy az ember érezze azt a szinte testvéri kapcsolatot, amit kiépítettünk, és amit úgy érzem, hogy az irodalomnak is folytatni kell, ápolni kell ezt a kapcsolatot. És ez a 15 éve tartó kapcsolat nagyon szép dolog, és nagyon örülök neki, hogy ennek a tulajdonképpen nem túlságosan jó helyzetnek köszönhetően mégis meg tudtuk most ezt a rendezvényt szervezni. A találkozó megerősítést nyert, hogy a kortárs magyar irodalom és irodalomtörténet, valamint a műfordítás irodalom legkiválóbbjai is elkötelezettek a lengyel irodalom megismertetésében. Az Igézőben Somos Ákos rendezésében nagy érdeklődés mellett mutatták be Svekje Mihály az Örökség című kortárs drámáját. A darab az Örökség műhely előadásában került színre. Hogy ez nem valami nagy pénz, biztos. Csak érdekel, hogy mi a terved az Örökséggel. Semmi. Eladom a Praxist és visszamegyek. Az Igézőben is bemutatták Svekje Mihály az Örökség című darabját, amellyel az Örökség csoport a Pál István Fesztiválon rendkívüli sikereket aratott, hiszen a legjobb előadás elismerés mellett Somos Ákos a darab rendezője átvette a Matolcsi Miklós díjat, ővé lett a legtehetségesebb férfi előadónak járó elismerés, míg a zsűri külön díját, a Boldizsár Péter díjat Cseh Katalin érdemelte ki. Azt a barátnő az mivel foglalkozik? Bankban dolgozik. Hát azt baszhatjuk. De biztosan kitalálunk valamit, amivel kompenzálhatjuk. Mi? De nem áll, de tényleg. Jó. Én nem akartam ezzel jönni, de hogyha muszáj. Hát nem ez az ország nevelt fel? Nem ez az ország adott a kezedbe szakmát? Hanem olyan is, hogy kötelesség. Hogyha én lennék ez a Hippokrátesz, akkor én beleírnám az esküvbe, hogy magyar orvosnak Magyarországon a helye. Ez egy abszolút mai darab. A Svekje Mihály ezt 1-2 évvel ezelőtt írta, és ő is rendezte az ős bemutatóját, és amikor láttam azt az előadást és elolvastam a szöveget, akkor ez nagyon-nagyon szíven ütött, hogy ez mennyire... Maga a téma is nagyon fontos, amiről szól, és nagyon egyszerű, nagyon profán mondatokkal, nagyon keményen beszél valamiről, ami itt van, csak nem akarunk róla tudomást venni. És hát ugye nagyon fontos szempont volt, hogy ez egy nagyon jó játszható darab, remek szerepekkel, úgyhogy én nagyon bíztam benne, hogy előbb-utóbb megcsináljuk. A Juló néni, majd Jusszina, majd Rogosnő, majd Emőke, később Gyámügyes szerepében tündöklő Cseh Katalin számára is kiemelten fontos az erőteljes társadalomkritikát megfogalmazó darab üzenete. Jó, hát egy 6 éves oltása hiányzik, azt majd pótolni kell. Az anyja? Anyám? Anyám meghalt. Ja? Akkor el tetszik jönni? Tudja, hogy hova kell, ugye? Ez a cím, Gödrös utca 6. Igen, az. Vagyis, hogy nem az, mert hogy 2-6 van. Mert hogy majdnem szembe is van egy 6. De hogy mi nem az a 6 vagyunk. Na, szóval az van, hogy az már volt, aztán mi felépültünk, és a milyen kis 6-os lett. És az a jó 6. Van egy ilyen kerítés színes zászlókkal. Érdekes és izgalmas feladat, egy igazi kihívás. Úgy gondolom, hogy sikerül. Nem tudom erre, hogy hogyan lehetne jól válaszolni, vagy van erre jó válasz. Igyekszem belülről dolgozni, belülről formálni meg a karaktereket. Próbálom beleképzelni magamat a helyükbe, hogy vajon milyen lehet ez az élet. Szerencsére számomra ez elég nehéz, mert hogy nem találkoztam így közvetlenül ezzel a társadalmi problémával. Somos Zoltán Péter szerepében, de a mindennapokban is kénytelen szembesülni a tabuk értelmezésének mai nehézségeivel, illetve a bűn 21. századi természetrajzának megfogalmazásával. Te elmondod, hogy most mi a... beszélgetünk? A pénzről, az alapítvány pénzéről, amire úgy vársz. Gondold már végig. A faluból eltűnik 60 gyerek. A gyerekorvos erről tud, és ennek az orvosnak az alapítványára egyszer csak megjelenik egy nagy összeg. 24 millió forint. Szerinted a kettő között nincs összefüggés? Te miről beszélsz? Jössz ilyen maffia történetekkel? Csak hogy
Ki tudjál semmizni az örökségemből, meg belőtt a vállalkozásomat? Amit te jogosan örököltél, az a tied. Én nagyon sajnálom, hogy az neked nem elég. Egyébként, ha valaki kisemmizett téged, az nem én voltam, hanem az anyánk. Ja. Sokat beszéltünk arról, hogy miről szól ez alapvetően. Egy olyan Magyarországról szól, amelyik itt van velünk, csak nem nagyon akarjuk, mert nem túl kényelmes tudomásul venni. Rettentő mély szegénységben, nehéz körülmények között, gyakorlatilag teljesen embertelen körülmények között élő emberekről, akik abszolút nem uruk a saját sorsuknak, és főleg gyerekekről, akikre ez duplán igaz, de az én számomra legalább ennyire fontos rétege és jelentése a drámának, azért, mert szerintem sokkal közelebb van hozzánk, csak ezzel is nagyon kényelmetlen dolog szembesülni, hogy az a fajta mindennapi rasszizmus, ahogy sokan gondolkodnak, az itt időnként nagyon keményen megfogalmazódik. És az a szembesülni, hogy talán mindenkinek az ismeretségi körében van olyan ember, aki néha kimondja ezeket a dolgokat, és egy várándítással elmegyünk mellette, mondvá, hogy hát jó, hát sokan gondolkodnak így, de végül is, amíg nem tudom, kocsmák mélyén mondják, addig talán nem olyan jelentős, de nagyon jelentősen mérgezi szerintem ezt az egész magyar közhangulatot. Emberkereskedelemről beszél! Emberkereskedelemről? Mennyit mondtál? 60-at? Na tessék, akkor kérem ennek a 60 gyereknek a nevét, meg az adatait. Ott van mind az anyám praxisában. Tehát akkor jó munkát kívánok! Elmondod, hogy mit akarsz ezzel a gyerekkel? Ne, nekem nem érdekel, hogy te mit rizsázol! Te mit akarsz? Ez érdekel! Te mi a terved? Tudod mit, András? A te kedvedért egyedül kimegyek Svájcba. Át fogom kutatni az összes villatehén p***ját, ott fogom az Alpokba gőzölgő tehén p***ját keresni a barna picike cigány gyerekeket, aztán visszahozom őket ide. Visszahozom őket, hogy olyanok legyenek, mint a bűnöző, drogos, alkoholista szipus szüleik. Ők is csak drogos ogrék legyenek. Ezt akarod? A kortárs drámában megfogalmazott éles kritika egyben figyelemfelhívó eszköz is megerősíti, hogy a közösségek nézetkülönbségeinek felelőssége nem hárítható el. A tét ugyanis maga az élet, ami soha nem lehet kisbetűs. Székesfehérvárra is ellátogatott a Trianon 100, összetartozunk kiállítás. A tematikus egységekre bontott tárlat sok-sok forrás bevonásával a kort megegyező kulisszákkal mutatta be a trianoni békediktátumhoz vezető utat. Összetartozunk címmel országos vándorkiállítás nyílt a Jancsár kert termelő és biopiac parkolójában. A tematikus egységekre bontott tárlat számos forrás bevonásával idézi meg a történelmi esemény korát, a tragikus békediktátumhoz vezető utat és annak következményeit. Nagyon érdekes megoldásokkal, sok technikai megoldással, sok elgondolkodtató adattal, idézettel, fotóval, tárgyakkal mutatja be ezt a történelmi sorsfordítót, és nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nemzettörténelmi tragédiáját ez a kiállítás, mégpedig megmutatva azt is, hogy ennek mind a mai napig tekintve is milyen súlyos következményei vannak. Nagyon sok adattal, információval lehet találkozni benne, hogy Trianon előtt, Trianon után hogy nézett ki ez a nemzet. Én mondjuk egy adatot emelnék ki, ezt ritkábban szokták mondani. Előtte 115 színház, utána 65 színház. És ez egy nagyon pici kiragadott, és valószínűleg bizonyos szempontból nem is a legjellemzőbb szám, de mégiscsak sok mindent mutat arról a borzalomról, ami ezt a nemzetet érte. De közben ez a nemzet itt van, most is magyarul beszélünk, tiszteletbe tartva a magyar kultúra értékei, eredményeit. Kicsit persze sajnálva, hogy mind a mai napig Európában a nemzetiségi kisebbségi jogok problémáit, kérdéseit nem lehetett megoldani. Pedig, hogy meg kellene, azt adott esetben ez a kiállítás is azt hiszem, hogy óvja és mutatja. És két mondatot fogok elmondani, mert a kiállítás megnyitóban mind a kettő egy-egy eskütételen, mégpedig honosítási eskütételen hangzott el egy-egy idős hölgytől, aki átvette tőlem a magyar állampolgárságot tanúsító honosítási okiratot. Az egyikük azt mondta, hogy 60 éve várok rá, a másikuk pedig azt mondta, amikor átvette az okiratot az eskütételt követően, hogy most már nyugodtan halok meg. Szerintem ebbe a két mondatban minden benne van, amiről ez a kiállítás is szól, a nemzeti összetartozásról. A tárlaton nyomon követhetjük, hogy egész Európa térképét átrajzolta az első világháborút lezáró békerendszer, amelynek legnagyobb vesztese a Magyar Királyság lett.
A trianoni békediktátum következményei mélyen traumatizálták a magyar nemzetet, 3 millióan elvesztették az addig megszokott nyelvi és kulturális közegüket azzal, hogy a fejük fölött átrajzolták az országhatárokat. Szeretném megköszönni azt, hogy Székesfehérvár város önkormányzata befogadta a kiállításunkat. Nagyon fontos állomás ez, Szent István városában járunk, de természetesen bárhol, ahol jár, fontos üzenetnek tartjuk azt, amelyet ez a kiállítás hordoz, és amelyet meg is fogalmaztunk, ki is írtunk, összetartoztunk, összetartozunk. Ennek a jelmondatnak a jegyében járja körbe Magyarországot, megyeszékhelyeket, megyei jogú városokat az idei esztendőben, illetve jövőre ez a kiállítás, amelynek az eredeti, az archetípusa, szabad így mondanom, Budapesten a Várkert bazárban tekinthető meg. Mondhatom, hogy az itt a reklámhelye, hiszen sokkal kibővítettebb kiállítást lehet ott megtekinteni. Nyilvánvalóan tartalmi keretek miatt ide idézőjelbe téve csak ezt tudtuk elhozni, de bátran javaslom mindenkinek, akinek van ideje, kedve, hogy tekintse meg a budapesti kiállítást. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó kedvcsináló lesz majd ehhez, és felhívja a figyelmet arra a rendkívül fontos üzenetre, amelyet Trianon, a trianoni békediktátum, és ebből kifolyólag a nemzeti összetartozás, hiszen sajnos ez a szomorú dátum imáron ezt is kifejezi, ami esetünkben hordoz, hogy összetartozunk, egyek vagyunk határokon innen és határokon túl. Ez tulajdonképpen egy fizikai értelemben értelmezhető határ, de az, hogy mi lelkileg, hogy éljük meg ezt a csapást, ami történt 1920. június 4-én, ez csak is és kizárólag a mi dolgunk eldönteni. A tárlat a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért közalapítvány megbízásából valósult meg, és országjáró körútján december 3-áig Székesfehérváron is ingyenesen látogatható. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.